Sziasztok! Ez a videó egy várandós vlog lesz, vagyis arról fog nektek mesélni, hogy hogy zajlik ez a mostani babavárás, miben más, mint a Lilivel való várandóság, mik történnek velem, illetve ebben a videóban meg fogok válaszolni néhány kérdést is, amiket ti tettetek fel nekem Facebookon, hiszen talán mégis az a legfontosabb, hogy mik azok a dolgok, amik titeket érdekelnek a várandóságommal kapcsolatban. Úgyhogy ha érdekel titeket ez a téma, akkor mindenféleképpen tartsatok velem, de előtte, hogyha még nem iratkoztatok fel a csatornámra, akkor mindenféleképpen tegyétek meg, mert nagyon-nagyon boldoggá tennétek vele, illetve kövessetek Facebookon, Instagramon, a blogon, mindenféle elérhetőségeimet megtaláljátok lent a videó alatt. Ahogy az előző várandós vlogomnál is, most is a telefonomról fogok puskázni, felírtam néhány dolgot, hogy miről szeretnék beszélni nektek. Mire ez a videó felkerül, addigra 26 hetes leszek, ugye 47 a teljes várandóság, és én most a 26. hetet kezdem, mire ez a videó felkerül, tehát már túl vagyok a felém. Akik követnek Facebookon, illetve Instagramon, azok már tudják, hogy ezúttal kisfiunk lesz, vagyis Lili mellé egy kisfiú érkezik, aminek nagyon-nagyon örülünk, bár igazából bármire körültek volna, szóval ilyen szempontból teljesen mindegy, tényleg az a lényeg, hogy egészséges legyen, de azért tényleg tök jó, hogy egy ilyen kis vegyes párost sikerült összehoznunk. Picit azért tartok is tőle, hogy mennyiben lesz más egy kisfiúval, de egy picike tapasztalatom azért már van, mert anno az unokaöcsémmel eléggé sokat foglalkoztam, úgyhogy remélhetőleg ez majd segítségemre lesz, de tényleg nagyon-nagyon boldogok vagyunk. Most már elég sok és intenzív mozgás van, főleg igazából így esténként szoktam érezni, hogy rugdos, illetve nagyon sokszor például hajnalban, ilyen 4-5 óra környékén arra kelek, hogy igen, erősen tornázik bent a baba, de napközben is szoktam érezni, szóval így teljesen változó. Általában egyébként akkor szoktak elkezdeni intenzívebben mozogni, hogyha a kismama evett, és utána mondjuk egy kicsit lepihen, tehát nyugalmi állapotba kerül, hiszen ahogy napközben mászkál, az elringatja a babát, és akkor nyugalomban van, meg alszik, úgyhogy inkább akkor szoktak intenzívebben mozogni, amikor nyugalmi helyzetben van a kismama, aztán lehet, hogy ez nem mindenkinél így van, de én ezt észrevettem, hogy amikor eldőlök így este, akkor azért jobban szoktam érezni a mozgást. Néhány hete kezdődött egyébként az az időszak, amikor megint egyre többet bénázok, egy csomó mindent lejtek, kiesik a kezemből, elfelejtek dolgokat, ez annó Lilinél is megvolt, és nála is így nagyjából a második trimester közepe fele kezdődött, és én egyszerűen utálom ezt, mert én nagyon nem ilyen vagyok, tehát én szerintem tökre összeszedett vagyok, meg mindent észben tartok, meg precíz, pontos vagyok, és ez, hogy minden kiesik a kezemből, mindent elfelejtek, mindent fel kell írni, ez egyszerűen iszonyatos, és megőrülök tőle, de ez több kismama is mondta már, hogy ez így van, ez egy ilyen, nem tudom én, a várandóság belejárója, de hát ezt nagyon-nagyon nem szeretem. Ugye járok folyamatosan orvoshoz, a nőgyógyászomhoz is, endokrinológushoz is, mikor, mire kell éppen mennem, akkor megyek. Ami most fontos vizsgálat lesz majd, az a terheléses cukorvizsgálat, amit nagyon-nagyon nem várok. Igazából nem maga a vizsgálat az, amit nem várok, mert egy párszor én ezt már megcsináltam, mivel ugye inzulin rezisztenciám van, tehát maga a vizsgálat az nekem nem újdonság, meg nem félek a vérvételtől. Inkább az eredmény az, amitől tartok, mert hogy én voltam a 12. hét után ilyen előzetes cukorterhelésen, és már akkor is éppen, hogy a határon voltak az eredmények, és azt mondják, hogy ahogy ugye halad előrefele a terhesség, úgy romlik a cukor. Úgyhogy sanszos, hogy most is megnyerem magamnak a terhességi cukorbetegséget, mint annó Lilivel, de remélem, hogy diétával kordában tudom majd tartani, mint akkor is. De egy picit azért reménykedek, hogy hát, ha mégsem. Mondjuk tök mindegy, mert így is úgy is diétázom, szóval mindegy. De igen, ez most ilyen fontosabb vizsgálat. És akkor szerintem térjünk is rá a ti kérdéseitekre. Brigitta kérdezi, hogy mi az, amit biztosan máshogy fogsz csinálni, ha az új kis családtag hazajön, mint annó Lilivel? Tervezel-e több segítséget igénybe venni, mint Lilivel tetted az elején? Szerinted mi az ideális korkülönbség testvérek között? Mik azok a master dolgok, amiket Lilivel nagyon szerettél, és biztosan fogod használni a kis tesóval is? Köszönöm a kérdéseket, nagyon jók! Mi az, amit máshogy fogok csinálni? Nem határoztam így el, hogy
miben lesz más ez, vagy mit fogok másként csinálni. Próbálom ösztönösen tenni a dolgomat, de így nem határoztam azt el, hogy én most ebben és ebben máshogy fogok majd cselekedni a babával kapcsolatban. Én nem gondolom azt, hogy bármit is rosszul csináltam volna Lilivel, vagy legalábbis nagyon remélem. Úgyhogy nem határoztam ezt így előre, hogy mit, hogyan fogok csinálni. Próbálok tényleg ösztönösen cselekedni, és reméljük, hogy ez működni fog. Illetve egy dolgot szeretnék máshogy csinálni, amire rá is kérdeztél, hogy tervezel-e több segítséget igénybe venni Lilivel. Igen, én úgy érzem, hogy lesz is szükségem segítségre, és nagyon remélem, hogy lesz is segítségem, és bárki bármilyen segítséget felajánl, azt el fogom fogadni, mert biztos vagyok benne, hogy szükségem lesz rá. Sajnos nem azt mondom, hogy tolonganak nálunk azok az emberek, akik segíteni tudnának, de hogyha valaki fel fogja ajánlani a segítségét, akkor el fogom fogadni. Szerinted mi az ideális korkülönbség testvérek között? Szerintem nincs ilyen, hogy ideális korkülönbség, mindenkinek más. Szerintem ez a picit több mint 2 év nekünk nagyon jó lesz, de van, aki még ennél is kisebb korkülönbségre esküszik, van, aki azt mondja, hogy legalább 4 év legyen köztük, valaki többet vár, szóval szerintem nincs ilyen, hogy ideális, ki mit érez annak, ez szerintem teljesen egyéni dolog. Mik azok a mászló dolgok, amiket Lilivel nagyon szeretél, és biztosan fogod használni a kistesóval? Hát nem tudom, megmondom őszintén, hogy van-e ilyen dolog. Vannak olyan dolgok, amiket Lilivel nem használtam például, de tervezem, hogy beszerzem például egy babahordozó, én igazából egy karikáskendőben gondolkodom egyelőre, ez Lilinél nem volt annó. Viszont amit nagyon szerettem Lilivel, az az, hogy a nagy babakocsiához volt egy ilyen hintáztató vázis, amire rá lehetett tenni a mózes kosarat, meg akár az autós hordozót is, és akkor abban lehetett így a lakásban hintáztatni, ringatni a babát. Azt nagyon szerettem, meg Lili is nagyon szerette, úgyhogy ez biztos, hogy most is használni fogjuk. Amúgy meg most így más nem jut eszembe. Jövia kérdezi, hogy az inzulin rezisztencia miatt többször kell menni vérvételre, és a diétát is módosítani kell, vagy ugyanannyit eszel, mint előtte. Igen, nekem többször kellett menni, mert hogy ugye hivatalosan a terheléses cukorvizsgálat, mint mondtam, az a 24. és a 28. terhességi hét között van, tehát akkor ugye minden kismamának kell mennie, viszont nekem az inzulin rezisztencia miatt kellett már bennem a 12. hét után is. Annak az eredménye éppen a határon volt, úgyhogy akkor az orvosom visszavett 160 g szénhidrát diétára, mert hogy előtte 170 g szénhidrát diétán voltam, szóval olyan nagyon nagy változás igazából nem volt. Réka kérdezi, hogy hogy fogjátok átrendezni a szobát, nem félsz, hogy nem hagyják majd egymást aludni? Én most pont ezen morfondírozok ugyanis. Át fogjuk rendezni valamelyest a szobát, mert hogy egy szobában lesz Lili és a kisöccse. Igazából nem tudjuk máshogy megoldani, mert a mi hálószobánk annyira, de annyira pici, hogy tényleg csak egy ágy van benne, meg a beépített gardróbszekrény, és oda sehova nem fér el egy kis ágy, de még egy babaöböl sem. Úgyhogy mindenféleképpen egy szobában lesznek, és ráadásul az a szoba sem túl nagy, úgyhogy tényleg nagyon át kell gondolnunk, hogy hogy rendezzük át, hogy jó legyen. Viszont a mi szobánk meg a gyerekszoba egymás mellett van, és egybe is nyílnak, tehát tényleg gyakorlatilag majdnem olyan, mintha egy szobában lennénk, mert tényleg még közös ajtaja is van a kettőnek. Tartok tőle egyébként, igen, hogy hogy fognak tudni aludni egymás mellett, nem ébreszti-e majd fel a babasírás a Lilit, vagy nem tudom, Lili nem fogja felébreszteni a babát, bár Lili most már végigalussza az éjszakát, csak néha szokott így hajnalban nyöszörögni vagy mocorogni, de hát igazából nem nagyon tudok más megoldást kitalálni, mindenféleképpen egy szobába kell lenniük, illetve a szobáról tervezek egy ilyen bejegyzés sorozatot, hogy hogyan alakítjuk át, meg miket veszek bele, mert hogy ugye Lilinek azért így rózsaszín kiegészítők voltak a szobájában, még hogyha maguk a bútorok azok ugye nem is rózsaszínek voltak, de a kiegészítők igen, úgyhogy ezeket most lecserélem, és mi a szürke és sárga szín kombináció mellett döntöttünk, úgyhogy már elkezdtem beszerezni mindenféle kis kiegészítőket, meg praktikus dolgokat, és a blogon tervezek majd erről egy ilyen bejegyzés sorozatot, hogy milyen is lesz a gyerekszoba. Diana kérdezi, hogy Lili anyás vagy apás inkább.
Nem nagyon sikerült ezt még így megfigyelnem, hogy melyikünkhöz ragaszkodik jobban. Férjem meg nagyon sokat mókázik, nagyon sok olyan játékot játszanak, amit mondjuk velem nem, ugye a férjem emelgeti, dobálja, nem tudom, hát én ilyeneket most már csak a hasam miatt sem tudok csinálni. Szóval szerintem teljesen másfajta dolgokat csinál velem, meg másfajta dolgokat csinál a férjemmel, és mindkettőt nagyon szereti, úgyhogy szerintem mindkettőnkkel szeret játszani, vagy mindkettőnkkel szeret lenni. Diana kérdezi még azt is, hogy a névválasztással hogy haladtok? Hát pocsékul. Ugye ezt most már tudjuk, hogy kisfiú lesz, de egyszerűen nem jutunk tűlőre azzal kapcsolatban, hogy mi legyen a neve. Egy ideig volt egy név, ami úgy befutónak tűnt, és el is mondtuk a családnak, hogy az lesz a neve. Aztán én elbizonytalanodtam, és mondtam, hogy inkább keresgéljünk még, mert lehet, hogy mégsem az lesz az igazi. Úgyhogy most továbbra is keresgélünk, de elég nehéz a dolgunk, mert vannak olyan nevek, amiket kizártunk mondjuk amiatt, mert így közvetlen ismerősi vagy családi körben úgy hívnak valakit, vagy például nem nagyon szeretnék B-betűs nevet, mert szerintem az nem passzol a vezetéknévvel, illetve vannak olyanok is, ami nekem például tetszett, de a férjemnek nem, nyilván olyat nem akarunk adni, úgyhogy nem tudom, hogy mi lesz, de nagyon remélem, hogy ezért most már heteken belül sikerül kitalálnunk, hát ha jön valami isteni szikra és megvilágosodok. Van olyan dolog, amit mindenképpen másképp szeretnél csinálni a második babával? Hát erre már nagyjából válaszoltam. Például szeretném hordozni majd őt, már csak praktikussági szempontokból is, de úgy nem terveztem el, hogy mit, hogyan fogok, vagy hogyan szeretnék csinálni, majd ahogy alakul. Fanni kérdezi, hogy tervezitek-e, hogy kertes házba költöztök, ha nagyobbak lesznek a gyerekek. Igen, nagyon szeretnénk végre egy családi házba költözni, vagy legalábbis egy olyan lakásba, aminek van kertje. De hát azért ennek nagyon komoly anyagi vonzatai vannak, tehát nem úgy megy ez a dolog, hogy mi akkor kitaláljuk, hogy elköltözünk, és akkor megyünk is, már itt sem vagyunk. De ha minden jól megy, akkor talán jövő ilyenkorra tudunk majd elköltözni, vagy legalábbis nagyon bízom benne, de hát ez is még egy nagy dilemma, hogy hova, merre, úgyhogy nem lesz egyszerű döntés, de nagyon szeretnénk igen elköltözni. Noémi kérdezi, hogy tudjátok-e, hogy kisfiú vagy kislány lesz, erről ugye már válaszoltam, hogy kisfiú, illetve ő is a névválasztásról kérdez, erről már szintén beszéltem, illetve hogy Lili nem féltékenye, vagy örül neki. Szerintem azért Lili ezt még úgy nem tudja felfogni, hogy mi is történik, vagy mi is lesz. Nyilván ugye elmondtuk neki, hogy lesz testvére, kisöccse, de nem tudja, hogy konkrétan milyen az, amikor tényleg ott van egy kisbaba, akivel foglalkozni kell. Tehát szerintem a féltékenység, hogyha lesz, akkor az majd akkor lesz, amikor már megszületett. Most még igazából nincs itt a baba. Nagyon cuki egyébként, mert tényleg oda szokott jönni, simogatja a hasamat, mondja, hogy tesó, meg ilyesmik. De a testvérféltékenység az nyilván nem olyankor nyilvánul meg, amikor még a pocakban van a testvér, hanem amikor már megszületett. Nikolett kérdezi, hogy lesz olyan videó, hogy mi van a kórházi táskában? Nem tudom, lehet, hogy lesz, hogyha többen is szeretnék, akkor csinálok. Illetve azt is kérdezi, hogy lesz-e babaruhás hol videó. Nem nagyon vettem még babaruhákat, úgyhogy ezért nem láttatok még ilyen videót. Van egy csomó ruha, amit Liliről fog örökölni a testvére, mert sok unisex ruhája is volt, tehát ami nem rózsaszín, meg nem kislányos, úgyhogy természetesen azokat használni fogjuk. De hogyha esetleg lesz majd egy nagyobb adag ruha, akkor lehet, hogy arról csinálok egy videót. Hogy viseled a várandóságot? Én azt gondolom, hogy eddig egészen jól, de hát nyilván most lesz majd fárasztóbb, meg nehezebb, ahogy egyre nagyobb a hasam. Apropó, erről teszek majd be ide valahova egy képet, hogy most éppen így a 26. héten mekkora a hasam. Illetve, hogy Lili várja már a kistesóját. Én azt gondolom, hogy a maga módján igen, ahogy mondtam, szokta simogatni a hasamat, meg mondja, hogy tesó, meg kisbaba lesz. De hát kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz majd a fogadtatás. Eszter kérdezi, hogy a vérnyomásoddal most minden rendben van? Hogyan szeretnéd kialakítani a két kicsi szobáját? A szobáról már beszéltem. A vérnyomásról ugye annyit, aki esetleg nem tudja, ugye annó Lilivel a 33. héten azért kerültem kórházba, mert konkrétan elszállt a vérnyomásom, tehát ilyen 160 fölötti volt. És akkor ugye bekerültem kórházba, és benn is tartottak. De az teljesen hirtelen történt, tehát igazából nem volt semmi előjele, és most is teljesen rendben van még a vérnyomásom, tehát mérem rendszeresen, abszolút tökéletes, de ahogy mondtam, anno is abszolút tökéletes volt egészen a 33. hétig, szóval ez sajnos nem feltétlenül jelent semmit
hogy most rendben van a vérnyomásom, mert ettől még a végén simán elszállhat megint. Kérdeztem egyébként erről az orvosomat. Ő azt mondta, hogy így, hogy ez egyszer már megtörtént az előző terhességnél, így nagyobb az esélye, hogy most is megfog. Nagyon nem örültem ennek a válasznak, de azt mondta, hogy nem törvényszerű. Úgyhogy én ebben bízom, hogy hát ha nem történik meg még egyszer, nagyon-nagyon nem szeretném. Én tényleg mérem rendszeresen, és ahogy van kiugrás, azt jelzem az orvosomnak, hogyha kell, akkor írjon gyógyszert, de nem szeretném, hogyha ez a várandóság is úgy végződne, mint annó Lilivel. De kérdezi, hogy nem aggódunk, hogy Lili féltékeny lesz a kistesóra. Hát, de nyilván ez így benne motoszkál a fejemben, de ezt majd meglátjuk, hogy hogy alakul, nem tudhatom előre. Én azt gondolom, hogy szerintem féltékeny lesz, de nem biztos, lehet, hogy nem. Nyilván megpróbáljuk majd kezelni akkor a dolgokat. Én próbálok majd arra törekedni, hogyha megszületik a testvére, hogy Lilivel akkor is legalább egy héten egyszer csináljak valami olyan programot, amikor csak kettesben megyünk valahova, tehát amikor csak vele foglalkozom, hogy érezze, hogy nincsen elhanyagolva, úgyhogy én erre fogok törekedni, és remélem, hogy ez majd segít. Valéria kérdezi, hogy más a kisfiúval való terhességed, mint Lilivel? Úgy nagyon nem más, az elején ugye voltak rosszul létek, ami ugye Lilivel nem volt, tehát ez mondjuk más, de amúgy egyébként nagyon hasonló, talán minthogyha mozgásában intenzív lenne ez a baba, mint annó Lili volt, bár ez is lehet, hogy csak nem emlékszem már rá, hogy Lilivel hogy volt, de én úgy érzem, mintha többet és intenzívebben mozogna most a kisfiunk. Illetve Valéria is kérdezte, hogy egy szobában fognak-e aludni a gyerekek? Igen. Dóra kérdezi, hogy hogyan mondtad el a férjednek a baba nemét? A férjem nem volt ott azon az ultrahangvizsgálaton, amikor ez kiderült, mert hogy akkor ő vigyázott Lilire, de most nem voltam annyira kreatív a baba nemének elárulását illetően, mint annó Lilivel, akkor ugye azért feltettem ilyen nagy hangsúlyt arra, hogy hogyan mondom el neki, hogy mi a baba neme, mivel magát a terhességet azt nem én jelentettem be neki, hanem a lombikos orvosunk. Most nem tudtam egy ideig magamban tartani, hogy napokig készülődjek rá, úgyhogy csak annyit csináltam, hogy amikor hazaértem a vizsgálatról, akkor kérdezte, hogy na, mi újság? És mondtam neki, hogy nem tudták megnézni, hogy mi a neme, így próbáltam ködösíteni, miközben így vettem le a kabátomat, meg a csizmamat, hogy ne lássa az arcomat, hogy röhögök. És pont vacsorázott, és akkor oda mentem hozzá, hogy de mondom, tudtam csinálni egy képet az ultrahang felvételről, nem is tudom, ez így hogy jutott eszembe, hogy ezt így bekamúzzam neki, ez tök hülyeség, hiszen adnak egy képet, tehát nekem nem kell fotóznom. És így eléraktam a telefonomat, és így elkezdtem neki keresgélni a képet, így húzogattam a képeket a telefonomon, és egyszer csak ott volt ez a kép, hát most nem tudom, hogy mennyire fogjátok látni, de majd beteszem ide valahova. És akkor ott annál a képnél megálltam, és akkor a férjem így rám nézett, és akkor mondtam neki, hogy kisfiú lesz, úgyhogy nagyon-nagyon örült neki, bár nem értett, hogy miért kamusztam előtte, hogy nem derült ki a baba neme, de hát kicsit húzni akartam így a dolgot. Vivien kérdezi, hogy Lilike tudja, mit szól hozzá, erről is beszéltünk már. Dominika kérdezi, hogy mikorra várjátok a picit. Igen, ezt szerintem nem mondtam az előző videómban sem, hogy március végére várjuk a kisfiunkat, és nagyon remélem, hogy nem is nagyon fog előbb kijönni. Illetve azt is kérdezi Dominika, hogy tervezel-e egy kis szünetet, amikor megszületik a pici. Nem akarok ígérni semmit, de szinte biztos vagyok benne, hogy lesz egy szünet az elején, amikor kicsit össze-vissza lesznek videók, vagy ez is lehet, hogy egyáltalán nem lesz, de tényleg nem akarok semmit megígérni. Szerintem azért, mikor megszületik egy baba, és ott van már egy 2 éves is mellette, akkor ott az elején elég durva tud lenni, amíg egy kicsit úgy összeállnak, meg kialakulnak a dolgok. Judit kérdezi, hogy én is pajzsmiri gyanú működéssel küzdök, bár már 5 éve, az első babánkat várjuk, én eddig egyszer voltam TSH vérvédelen, de hányszor, milyen gyakran nézik. Hát én ilyen havonta, maximum másfél havonta megyek az orvosomhoz, illetve a vérvételre, amikor nézik a pajzsmiri értékeket, úgyhogy szerencsére nekem ezt így eléggé szigorúan veszi, és ilyen havonta, másfél havonta ellenőrizteti ezeket az értékeket. Erre ugye azért van szükség, mert hogy ez változhat ez az érték, és akkor ennek megfelelően a gyógyszeradagomat is változtatni kell majd esetleg, bár ő azt mondta, hogy inkább majd a vége felé lehet erre szükség, de szedem a gyógyszeremet is, és hát járok folyamatosan ellenőrzésre. Jázmin kérdezte még, hogy milyen neveken gondolkodtatok, erről még egyelőre nem akarok beszélni, mert nem tudom, hogy mi lesz a befutó, de
Hát mi is nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy mi lesz egyébként a neve a kisfiúnak. És ezzel el is fogytak a kérdéseitek, nagyon szépen köszönöm őket, és nagyon aranyosak vagytok, hogy így érdeklődtök irántunk, nagyon jól esik. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, hogyha van még bármi egyéb kérdésetek, akkor nyugodtan tegyétek fel kommentben, illetve lájkoljátok ezt a videót és iratkozzatok fel a csatornára, mert az nagyon sokat jelent nekem, és már tényleg alig néhány ember, hogyha jól láttam, talán ilyen 50 vagy 60 ember hiányzik a 20 000 feliratkozóhoz, és annyira boldog lennék, hogyha ez lehetne az egyik karácsonyi ajándékom, hogy itt YouTube-on elérjük a 20 000 feliratkozót. Köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok, legyen szép napotok, és találkozzunk következő alkalommal is. Sziasztok!